Naponta 2-3 órát gyakorol, de elmondása szerint szinte egész nap zenét hallgat, enélkül nem tudná elképzelni az életét. Horváth Borbála még csak 14 éves, mégis felnőtteket meghazudtoló módon játszik klarinéton. Már óvodás korában is sokat énekelt, tudorászott. Általános iskolásként kezdett furulyázni. A klarinéttal, amit elsőre sikerült megszólaltatnia, második osztályos korában találkozott. A szüleim nekem azt mondták, hogy ők ezt már látták a furulyázásnál is, de számomra én akkor realizáltam, amikor az első versenyemen részt vettem, és első díjat kaptam. A zene engem megnyugtat. Ki tudok fejezni vele olyan érzelmeket, amiket például szavakkal nem. Ez nekem sokkal egyszerűbb önkifejezési módszer. Abban biztos vagyok, hogy mindenképpen klarinéttal szeretnék foglalkozni. Szeretnék szólista lenni, ez az elsődleges célom. Hogyha ez pedig nem jönne össze, akkor pedig egy híves zenekar klarinétosa szeretnék lenni. Zenei irányba szeretnék mindenképpen tovább tanulni. Már sikerült felvételt nyernem a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumba. Közönség előtt játszani nekem egy nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon szeretek közönség előtt játszani. Igazából mondhatom azt is, hogy megnyugtat közönség előtt játszani, mert az a jel jó, amikor a játék előtt nagyon hideg a kezem, szinte már jéghideg, és akkor tudom, hogy ez jó lesz. És amikor kiállok a közönség elé, akkor pedig azt érzem, hogy csak én és a hangszerem, és csak a közönségnek játszok. Minden nap hallgatok komoly zenét, ez az életem legnagyobb részét tölti ki. Nagyon szeretem is. Nagyon sok érdekes dolog megtalálható benne, akár a szerzők élete nagyon érdekes, vagy hogy született egy-egy darab. Horváth Borbála 10 évesen a Dombóvári Zeneiskolába került, ahol Tóth Ada Eszter tanítványa lett, aki azt mondja, a zene elemi erővel árad a fiatal lányból. Borcsival ez az 5. tanévünk közösen, amikor 4. osztályos volt, az azt megelőző nyáron kerestek meg a szülei azzal, hogy vállalnám-e az ő tanítását. Az ő korábbi tanárával, Pápa Istvánnal konzultálva került át hozzám. Az volt rögtön az első célja a szüleinek és Borcsinak is, hogy a tehetségét meg tudja mutatni különböző zenei versenyeken, és hogy közben a zenei pályára történő felkészülésben vegyünk részt közösen. Nem akkor hallottam először, amikor hozzám került, hanem már különböző növendékhangversenyeken az előző iskolájában, furujával is, meg klarinéttel is, illetve az egyik videó megosztó portálon láttam egy karácsonyi videót, ahol kristálypoharakon játszotta el a Csendes éj című karácsonyi dalt, és az volt a fejemben, hogy úristen, ezt a kislányt nekem tanítanom kellene, de hát nyilván az ember nem halásztál egy másik tanár elől tanítványt. Borcsi egészen pici kora óta hihetetlen muzikalitásról a tanúbizonyságot, úgy tudnám mondani, hogy olyasmi, mintha egy nagy muzsikus reinkarnálódott volna ebben a fiatal testben, mert tényleg 40-50 éves felnőtt, érett muzsikusok zeneiségével játszik a hangszerén. Amikor 4. osztályos volt, és elkezdtünk közösen dolgozni, akkor abban a tanévben tavasszal volt az első verseny, amin elindultunk közösen. Ez volt a Csupor László Dél-Dunántúli Regionális Verseny Kaposváron, amit 3 évente rendeznek meg, és ott rögtön első helyezést ért el. Aztán következő tanévben az volt a cél, hogy az alapfunkcióit, mint légzés, technika, szájtartás, az ujjak helyzete tudjuk fejleszteni, és akkor megint a második fél évben indultunk el a Tolna megyei klarinétos szaxofonos találkozón, ahol aranyminősítést kapott, és akkor a következő tanévben, amikor 6. volt, akkor volt a nagyon nagy durranás az életünkben, akkor tartották meg a 14. országos klarinétversenyt, aminek a válogatója, egy területi válogatója volt novemberben, pont a születésnapomon, ahol maximális pontszámmal díjazta a zsűri a produkcióját, és tovább jutott az országos döntőre, ami februárban volt. Ott pedig, hát
akkorra már kiderült, hogy nem nagy meglepetésünkre, de a dobogó legfelső helyén végzett. Ez egy hatalmas nagy eredmény volt. Ez volt egyébként a legsikeresebb tanévünk, mert röpke egy hónappal később Horvátországban, Varasdon, egy nemzetközi versenyen, aminek az a neve, hogy Wood, Wind and Breath, ott is első helyezést ért el. Ráadásul a zsűri a 70-valahány induló klarinétos közül őt választotta ki a legjobb klarinétosnak, aki szerepelhetett a gáladöntőn. Következő tanévben, amikor hetedikes volt, akkor megint egy nemzetközi versenyen indultunk el, Szabadkán, a Femusz versenyen, ahol megint első helyezést ért el. És akkor idén, így a pandémiában sajnos az ilyen online versenyekre kényszerülünk. Eddig 3 online versenyen indult el, ahol 1 második és 2 első helyezést hozott haza. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne legyen elszállva magától, holott lehetne, mert hogy messze a legeredményesebb 14 éves dombóvári muzsikus. Ami nagyon fontos az ő személyiségében az, hogy a tehetség mellé hihetetlen szorgalom is társul. A kettő egymás nélkül nem működik ugyanis ebben a szakmában, vagy ezen a pályán. Milyen? Hát ahogy ő elmondta korábban, ő szólista szeretne lenni, erre nagyon csekély az esély, nem azért, mert hogy ő nem ügyes, nem tehetséges, hanem azért, mert ez egy nagyon-nagyon kevés szólistát igénylő világ, amiben élünk. De az biztos, hogy nagyon-nagyon jó esélyei vannak erre, még akkor is, hogyha nagyon kevés klarinétosból lesz olyan felnőtt muzsikus, aki abból él, hogy szólistaként játszik.